Csongrádon kezdték a szezont az Akvaesi csapatai, a ceglédi mérkőzések későbbi időpontra kerültek, így a harmadik fordulóban a Hódmezővásárhely ellen mutatkoztak be hazai környezetben a fiatal nyíregyházi vízilabdázók. Az új úszoda első hivatalos meccsét a gyermekcsapat játszotta, és Hatvani Péter tanítványai 11 gólos győzelemmel örvendeztették meg a szurkolókat. Nem volt annyira papírforma, tehát szorosabb mérkőzés is lehetett volna belőle. Nagyon ráálltunk arra, hogy az első mérkőzésünket megnyerjük itthon az új szobában, és szerencsére sikerült is ilyen fölényes győzelemmel. Nálunk az volt a lényeg, hogy ugye minél jobb és jobb eredményt érjünk el, és most jelen pillanatban ugye a győzelem után azért kezdünk úgy felpörögni, amit én elvárok tőlük, meg amire szerintem ők hivatottak, hogy minél jobb helyezés, de én szeretnék egy középmezőnybe azért elhelyezkedni a csapattal. Kántor Gábor két csapatot is irányított, a serdülők 5 gólos győzelmet arattak, az ifjúsági együttes pedig egy gólgazdag meccsen 11 góllal vert ellenfelét. A serdülő meccs nem volt olyan sima, elég szoros volt a mérkőzés eleje, aztán folyamatosan felőröltük az ellenfelünket, és utána átvettük a mérkőzés irányítását, utána már lényegesen csendesebben ülhettem, vagy állhattam a parton. Az ifik jól játszottak az elejétől fogva, most ennyi is elég volt, egyébként tudunk ennél jobban is játszani. Most azt gondolom, hogy egy fél gőzzel is ez a 11 gólos eredmény, ez reális volt. Az ifik meccsén 9 találatig jutó Szanics Gergely elmondta, hogy minek köszönheti az első hazai meccsen mutatott gólerős játéka. Hogy őszinte legyek, a jó formának egyáltalán nem. Rengeteg zicsert kihagytam, bármelyikor passzolnom kellett volna, viszont ez az új hely elképesztő. Az atmoszférája, szóval inkább annak köszönhető, mint a teljesítménynek. Az egyesület elnökének reményei szerint belátható időn belül nyíregyházi játékosokra épülő, országos bajnokságban szereplő felnőtt csapatot láthatnak majd a medencében a szurkolók. A jövőképünk az, hogy mindenféleképpen helyben tudjuk tartani a játékosainkat. Ahhoz, hogy helyben tudjuk tartani, ahhoz kellett egy ilyen komoly háttér, egy ilyen feltétel, ahol az edzéseket tudjuk legfelő színvonalon teljesíteni. Ha ez most már meg lesz, onnantól kezdve a játékosok reméljük, hogy itt maradnak, és akkor a másodosztály az egy reális cél 2 éven belül a helyi fiatalokkal. Az Akvaesi csapatai a hétvégén Budapesten, a Margit-szigeten az Oázis SC együttesei ellen szállnak medencébe.